várható, és 13-án pedig jó néhány jogszabálynak a végső szavazására kerül majd sor. Emellett a kormány jó néhány minisztérium és miniszter előterjesztése alapján stratégiai döntéseket fog hozni. A holnapi napon az emberi erőforrás miniszter javaslatára tekintjük át az egészségügy helyzetét, az egészségügyi szakdolgozók bérhelyzetét, az orvosok bérhelyzetét, az egészséges Budapest program helyzetét, amely mindenféleképpen budapesti egészségügyi ellátás színvonalának növelése érdekében új budapesti egészségügyi infrastruktúra építését célozza meg. Holnap fogunk beszélni a házi orvosok helyzetéről külön is, valamint a népegészségügyi programoknak az állásáról és a jövőjéről, tehát a holnapi kormányülésügyi fő témája az egészségügyi kérdések lesznek. Ezen kívül még szintén az emberi erőforrás minisztériuma javaslatára a teljes gyermekétkeztetési programot fogjuk áttekinteni. Az elmúlt napokban polémiába bocsátkozott néhány politikus társunk és állami hivatalnak is arról, hogy az iskolatári program az jó, nem jó. Ez a 436 ezer gyerek helyes, hogy iskolatejet kap, vagy sem. Ennek milyen feltételei vannak. Miniszterelnök utasítására az egész rendszer tekintjük át. Ismert az, hogy 3 éves korig ingyenes étkeztetésben részesülnek a gyerekek, és összesen Magyarországon mintegy 870 ezer olyan gyermek van, aki ingyenesen vagy részben ingyenesen étkezik a kormány döntései alapján, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy a 3 évkor alatti gyermekek esetében kik azok, akik kiemelt támogatásra és segítségre szorulnak. Ennek egyében a szociális államtitkár és a járási hivatalok a külügyi államtitkár kollégám készít előterjesztést a gyermekvédelmi kedvezmények helyzetét illetően, valamint a gyerekétkeztetése vonatkozóan, ahogy jeleztem, egy külön előterjesztés is készül számos kérdés megválaszolása céljából. Szeretném azt is jelezni, hogy szó lesz még a gazdasági minisztérium előterjesztésében a holnapi napon szeretnénk dönteni a nemzeti autóbuszgyártás cselekvési programjára, amelyet Lecsényi István terjeszt elő. Szeretnénk dönteni a közigazgatás és közszolgáltatás fejlesztés operatív program programjairól. Ugye 300 milliárd forintot fogunk a közigazgatás korszerűsítésére fordítani annak érdekében, hogy az ország versenyképessége érdemben javuljon, és azok a választó polgártársaink, akik a problémáik, nehézségeik elintézése érdekében abban a reményben fordulnak az államszervezethez, hogy a segít nekik, a jó minőségű intézésben részesüljenek, és jó minőségű szolgáltatásokat tudjanak igénybe venni. A kormányülés keretében fogunk dönteni az őszi törvényalkotási javaslatcsomagról is. Az igazságügyi miniszter a holnapi napon ismertetni fogja a stratégiai jelentőségű közigazgatási perrendtartásról szóló koncepciót a közigazgatási bíráskodási intézményének átalakítására vonatkozó tervét is. És a holnapi napon várjuk Tarnós István főpolgármesterét a kormányülésére, akit szeretettel hívunk és látunk annak érdekében, hogy a budapesti nyugati, déli és kelenföldi pályaudvarokat érintő kormányzati elképzelések kapcsán meghallgassuk őt. A Budapest környéki elővárosi közlekedés átvételének aktuális kérdéseit és a budapesti nagy közlekedési beruházásokkal kapcsolatos fővárosi terveket érdemben át tudjuk tekinteni és meg tudjuk beszélni. De a holnapi napon kerül a kormány elé az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciójának, az Állami Operaház felújításának, az Országos Széchenyi Könyvtár sorsának a rendezése is, mint ahogy egyébként az Országos Sportegészségügyi Központtal kapcsolatos döntések is a holnapi napon várhatóak, ahogy már jeleztem a közlekedés kérdései mellett, amelyek szintén napirenden szerepelnek, holnap egy egész napos kormányülést fogunk tartani. Ezen túl szeretnék még néhány aktuális fontos ügyről tájékoztatást adni a kormány munkájával kapcsolatban. Az első a bevándorlásnak az ügye, és itt különösképpen szeretnék azokra a cselekményekre, eseményekre és folyamatokra kitérni, amelyek az elmúlt 24-48 órát jellemezték Magyarországon az illegális bevándorlással kapcsolatos helyzetet illetően. Először is azt szeretném önöknek mondani, hogy ma Magyarországra az illegális bevándorlás a magyar-szerb határszakaszon jelenti a legnagyobb kihívást. Ez azt jelenti, hogy a mai napon, illetve ezekben a hetekben nem érzékeljük azt, hogy a magyar-román határszakaszon érdemi bevándorlási nyomás lenne, ezért a kormány egyelőre nem tartja szükségesnek az ottani határzár, biztonsági határzár megépítését. Ezzel ellentétben a magyar-szerb határzár megerősítését fontosnak tartjuk, élő erő
illőerős védelemmel és a műszaki zár erősítésével is. Az illőerős védelemmel különleges okot szolgáltat majd az, hogy az országgyűlés elfogadja azt a törvényjavaslatunkat, amely a Magyarországra való belépés és tartózkodás új szabályait tartalmazza, azok a választó polgárok megnyugodhatnak, akik a határ mellett élnek és rendszeresen találkoztak olyanokkal, akik a határ áttörésével próbálkoznak. Most az új törvényjavaslat szerint a határtól befelé 8 km-es mélységben előállított, elfogott illegális határátlépők, akik bűncselekményt követnek el, első körben nyilvánvalóan kiszállításra kerülnek és a határ térségéből visszafordításra kerülnek. Nem más ajánlom nekik, mint azt az egyszerű és jogkövető magatartást, hogy a magyar hivatalos határátlépési pontoknál jöjjenek be Magyarországra, és szükség szerint adják be a tartózkodási dokumentumokat, vagy a menedékkérő papírjukat. Szeretném azt elmondani önöknek, hogy 2016. január 1 és május 30-a között 13.446 fő illegális belépő személy került elfogásra. Ebből a magyar-szerb határszakaszon, hogy az előbbet aláhúzom és megerősítsem, 13.286-an jöttek be az ország, vagy próbálkoztak az ország területére bejutni. Ez jelenti azt, hogy az elmúlt hetekben fokozódott a nyomás a magyar-szerb határszakaszon, tehát érzékelhető újabb nyomás alá került a magyar-szerb határszakasz. És az is teljesen világos, hogy akik a határszakaszhoz érkeznek, és a hatóságok közreműködését veszik el, jóval kevésbé türelmesek, érzékelhetően feszültek, illetve talán nem túlzást azt mondanom, hogy nagyon erőszakosan lépnek föl több alkalommal, hogy mindenféleképpen be akarnak jönni az országba, és az országon keresztül Nyugat-Európába akarnak távozni. Talán ettől nem függetlenül léptek föl erőszakosan azok az illegális bevándorlók, akik egyébként őrizetben voltak 2016. június 1-én a kiskoalasi menekültügyi őrzőbefogadó központban. 300 fő volt az, aki paraszt és követeléseket fogalmazott meg. Tegnapi napon 484 menekültügyi őrizetes tartózkodott ennek a tábornak a területén. Azok, akik nagyon határozott fölépésre próbáltak ragadtatni magukat, és akár az erőszakról sem riadtak vissza, kifogásolták a zárt és őrzött elhelyezésüket, mindenféleképpen Budapestre akartak elindulni, mintegy 300-at, és ezt akadályozták meg azok a rendőrök, akik biztosítják Kiskohalas nyugalmát, és a tábor körülvéve a bevándorlás és állampolgársági hivatal döntéseit követően, amely a tábor elhagyása volt, lényegében a rendőrség megakadályozta, hogy bármilyen további kitörés vagy agresszió következzen be. Mi azt várjuk el minden Magyarországon tartózkodó bevándorlótól, akár olyantól, aki megkapta a Magyarországon való tartózkodáshoz a jogot, vagy olyantól, aki őrzött befogadó helyen van, vagy nyílt befogadó helyen van, hogy tartsák be a hazánk törvényeit, ne éljenek vissza azzal a bizalommal, ami lehetővé teszi a magyarországi létüket, és nagyon fontosnak gondolom, hogy jogkövető magatartást kell tanúsítani. A magyar kormány minden erőszakos cselekménnyel szemben nagyon határozottan fog fölépni. Ez a 300 ember, aki megpróbált erőszakoskodni és megpróbált a táborból kitörni, a magyar törvények szerint jogsértést követtek el, bűncselekményt követtek el, mert illegálisan lépték át Magyarország és Szerbia határát, tehát törvénysértők, akiket a ügyük elbírálásáig, vagy azt követően zárt táborban próbál Magyarország megvédeni, illetve számukra elhelyezési lehetőséget biztosítani. A magyar hatóságokkal való együttműködést különösen fontosnak gondoljuk, ezt kérjük tőlük a törvények betartása mellett, és természetesen gondoskodni fogunk arról, hogy a bevándorlók tiszteletben tartsák a kiskuhalasi választópolgárok nyugalmát és az ország rendjét és békéjét. A rendőrség tudja a helyzetnek, kezelte a helyzetet, ugyanakkor láthatóan ez is jól mutatja, hogy semmi esetre sem mondható az, hogy csökkent volna a nyomás a magyar-szerb határon, vagy csökkent volna a feszültség ezekben a táborokban. Magyarországon kifejezetten aktuális döntés előtt állunk ebből következőleg is, amikor az országgyűlés jóváhagyását véve most már egy népszavazás várható szeptember hónapban vagy október elején, mint ismeretes az Alkotmánybíróság előtt van az ügy,
június végén az Alkotmánybíróságnak a népszavazással kapcsolatos kiírási eljárás keretében kell döntést hoznia. A döntést követően nyílik meg a lehetősége annak, hogy a köztársasági elnök meghatározott időre a népszavazás napját kiírja, illetve a népszavazást kiírja. A népszavazás technikai előkészítésének feltételei minden esetben meglesznek. A múlt héten, illetve a héten, tegnapi napon Pintesen a belügyi miniszter beszámolt az általános biztonsági helyzetről, a nemzetbiztonsági helyzetről a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése előtt. Én pedig hétfőre jelentkeztem a Nemzetbiztonsági Bizottságnál, hogy a kisszerzést fölgyérő miniszterként szintén megtegyem ezt, és a Nemzetbiztonsági Bizottság parlamenti képviselőjének kérdésére érdemi választ adjak. A bevándorlás nemzetbiztonsági összefüggéseivel kapcsolatban azt kell lássák, hogy Magyarországon tavaly 177 ezer fő regisztrált, kb. 400-450 ezer ember ment át az országon, a többiek megtagadták a regisztrációt, és Magyarország benyújtott bevándorlási menekültügyi kérelmek lakosság népesség arányát tekintve az egyik legnehezebb helyzetben lévő ország. Azt érzékeljük, hogy a magyar határhoz eddig érkezett 13 ezer ember, ez képest is jóval nagyobb nyomás van az embercsempészek munkájának eredményeként, az embercsempészek szervező munkája eredményeképpen Dél-Európa határánál. Most az embercsempészek láthatóan két új taktikát vetnek be. A tengeren próbálnak Európához közeledni azért, mert a magyar és kelet-európai vagy balkáni osztrák útvonalak lezárásra kerültek lényegében, és egyre többet halljuk azt, hogy nem csak férfiak jönnek, hanem az embercsempészek szervezésében nők, vagy egyedülálló gyerekek is az ország határához érkezhetnek. Nem olyan régen látott napvilágot az a hír, hogy az embercsempészek különböző tanácskozásokon arról döntöttek, hogy fokozni kell a nyomást, és gyerekeket is be kell vetni, vagy egyedülálló nőket, családosokat is egyaránt be kell vetni az európai bevándorlás megszervezése érdekében. A európai térben azt hiszem, hogy az elmúlt héten világosra tettem önöknek, hogy Magyarország visszatoloncolásban nem vesz részt, tekintettel arra, hogy a magyar jogi álláspont, amit a most határhoz érkezők is alátámasztanak és megerősítenek, az az, hogy aki Magyarország határához illegális bevándorlóként elérkezik, Görögországban lépett be az Európai Unió területére, ezért azokat, akik délről jönnek a magyar határhoz, Szerbia felől, azokat is Görögországba fogjuk visszaküldeni, és akik nyugattól akarnak Magyarországra jönni, vagy őket nyugattól akarják visszahelyezni Magyarországra, őket is azt kérjük és azt tanácsoljuk, és ezt az álláspontot képviseljük a nyugat-európai partnereinknél, hogy Görögországba kell irányítani, és nem Magyarországra. Tehát Magyarországnak az a jogi álláspontja, hogy mindenki, aki Magyarországon keresztül ment, már az Európai Unió területére egy másik országban, Görögországban belépett. Ebben egyébként, ebben a kérdésben a határhoz érkező bevándorlók nyilatkoznak is, és a nyilatkozatok teljesen egyértelműek. Ezért Németországnak, Svédországnak és más európai uniós országoknak, akik mintegy 52 ezer illegális bevándorlót akarnak Magyarországra visszatoloncolni, azt mondjuk, hogy nem fogadunk vissza senkit sem, azt kérjük, hogy küldjék őket Görögországba, és azoknak, akik Szerbia felől jönnek és Magyarországra nem tudnak belépni, mert kitesszük őket az országból, kitoloncoljuk őket az országból, nekünk is azt mondjuk, hogy Görögországba menjenek vissza, és ott várják meg az Európai Unió döntését. A miniszterelnök jelen pillanatban az egyiptomi látogatását fejezi be, és indul vissza Magyarországra. Ez a látogatás a bevándorlás szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, mert ráirányítja arra a figyelmet, hogy egy közel-keleti ország stabilitása vagy destabilitása ezt a kérdést érdemben tudja befolyásolni. A Szíriában zajló folyamatok is megindítottak emberek millióit. Egyiptom azonban egy 90 milliós ország, hogyha Egyiptomban destabilizáció lesz, nem lesz szilárd az ország működése, és bevándorlók indulnak meg abban az országból tömegesen, akkor ez Európa számára már kibírhatatlan nyomást jelentene, ezért minden európai országban és minden a bevándorlásban érintett országnak az érdeke, hogy Egyiptom stabilan legyen, az egyiptomi rendszer stabilan tudjon működni. Tehát Magyarországnak közvetlen érdeke van abban, hogy Egyiptomban stabil politikai rendszer legyen, stabil társadalmi rendszer legyen, és ne olyan folyamatok induljanak el, amelyek kontrollálhatók, vagy arra kényszerítik
az egyiptomi polgárokat, hogy elhagyják a hazájukat, menekülniük kelljen, vagy szétessen az egyiptomi állami struktúra. Ez azt gondolom minden európai ember számára fontos, Magyarország számára különösképpen, mert ha ez bekövetkezne, úgy ami mást jelentene. Másrészt pedig gazdasági együttműködésben is érdekeltek vagyunk, egy 700 vasúti vagon szállításával kapcsolatos gazdasági megállapodást is aláírt a miniszterelnök, aki mielőtt önökhöz jöttem és beszéltem vele, kifejezetten hasznosnak és eredményesnek ítélte ezt a megbeszélést és ezt a találkozót. A kormány minden ülésen foglalkozik gazdaságpolitikai kérdésekkel. Most foglalkozni fogunk a következő napokban azzal, hogy az építésügyi vállalkozásaink és vállalásaink azok mennyiben járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez. Mint ismeretes, hazai és külföldi elemzők is kitevezett az OECD minősítette a magyar gazdaságot az elmúlt években, és egyetértés mutatkozott abban, hogy Magyarország költségvetése rendben van, a magyar adósság csökkenő pályán van, és ami különösen fontos nekünk a gazdaság növekedés és a gazdasági sikeresség szempontjából, női Magyarországon a foglalkoztatás, hiszen 140 ezer ember dolgozik ma a új munkavállalóként a tavaly adatokhoz képest. Amíg Magyarországon nő a foglalkoztatás, nő azoknak a száma, főleg ilyen arányban, akik új munkavállalók vagy munkájuk van, addig gazdasági sikerrel tudunk beszélni. Tehát abban nincs vita a nyilatkozó felek között, a nyilatkozó szakértők és pénzintézetek, pénzügyi intézetek között, hogy Magyarország sikeres lépéseket tett a költségvetés konszolidációja, az adósság csökkentése, az infláció csökkentése és a munkahelyek teremtése területén. A gazdasági növekedés érdekében teszünk lépéseket, ilyen például az építési területén meghozott döntéssorozat. Szeretném azt elmondani önöknek, hogy 36.700 honfitársunk jelentkezett és érdeklődött a családi otthon teremtési kedvezmény iránt. Ebből 14.460 új ház és lakás építése okán, és 20.215-en pedig a meglévő otthonok felújítása céljából. Azt is szeretném elmondani, hogy rendkívül fontos adat, hogy 7.500 család harmadik gyerekre vagy negyedik gyerekre vállalkoznak. A 36.746 érdeklődőből már 6.500 kérelem befogadásra került, és 16 milliárd forintnyi támogatást ítélt meg a Magyar Állam képviseletében és nevében eljáró bankok csoportja. Tehát a pénzintézetek ezt már elrendezték. Ehhez képest rendkívül biztató adat, hogy 8000 új ház építésére, 300 négyzetméter alatti új családi ház építésére vonatkozó építési engedélykérelem érkezett be, ami messze meghaladja a tavaly egész évben kiadott építési engedélykérelmeket. Tehát meggyőződésem szerint az építőiparban, az építőipari magánberuházások területén olyan változások következnek be, amelyek a gyermeket vállaló családok támogatásából gazdasági növekedést is eredményez, és gazdasági növekedéshez is fog vezetni. Szóval hoztam itt a földelveléseknek a helyzetét, amiről elég sok szó esett itt az elmúlt időszakban, és a kormány is foglalkozott ennek a programnak a lezárásával. Az utolsó körben zajlanak a földelverések, ez a harmadik és végső kör, senki többet harmadszor el alapján zajlanak teljesen rendezett és jogszerű körülmények között az árverések, ami azt jelenti, hogy július 31-ig kerülhet föl még kiírásra állami földterület, és ezt követően a földterületek értékesítése lezárása kerül. Az első két körben 180 ezer hektárnyi állami földterület kerül 10 ezer gazdálkodóhoz, és 240 milliárd forintnyi bevételre számíthat ebből a magyar állam, ami az ország célját kell szolgálja, nem is kérdés. Ebből egész biztos, hogy iparipar fejlesztése, tehát területvásárlása és a területek iparosítására mindenképpen fogunk költeni. És egyébként a gazdasági minisztérium javaslatát várja a kormány annak érdekében, hogy hogyan lehet ezt az összeget a gazdaság céljainak megfelelően elkölteni. A kormány fejlesztéspolitikai döntéseket is hozott, erről szeretnék néhány pár szó erejéig tájékoztatást adni önöknek. Először is a kormány és az Európai Bizottság lezárta az úgynevezett aszfaltügyet, ami azt jelenti, hogy az Európai Bizottság 450 milliárd forint értékű útépítési beruházást kifogásolt Magyarországon, mondván, hogy az útépítő cégek és a pályázat bonyolítója olyan föltételeket szabott meg
az útépítése kapcsán az aszfalt hőfokát illetően mindegy hetes esztendővel ezelőtt, 2008-ban és 2009-ben, amely érdemben befolyásolta a pályázat, az útépítés megvalósításról kapcsolatos pályázatnak a kimenetelét. Hosszú-hosszú viták és tárgyalások után, miután az Európai Bizottság azt mondta, hogy a 450 milliárd forintnak az egynegyedét, mintegy 120-140 milliárd forint bírságot szán az országban, sikerült egy megállapodást kötnünk két szempontból. Először is 10,7%-os korrekcióra kerül sor, tehát 48 milliárd forinttal korrigálják az eredeti támogatási összeget, ez az összeg nem veszik el, hanem utólagosan elszámolható. Tehát Magyarországon felszabadul 450 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatás, 370 milliárd forintot rövid időn belül az Európai Bizottság megutal Magyarországnak, kiutal Magyarországnak. Ezen kívül nyilván itt a stop feloldásra kerül, és összességében 48 milliárdos korrekcióval ússzuk meg, amely forrás felhasználható az eredetileg várt 120-140 milliárd forintos korrekció helyett. Tehát nem veszítünk forrást, és sikerült egy jó egyességet kötnünk az Európai Bizottsággal. Szeretném azt is elmondani, hogy az Európai Bizottság monitorozta a magyarországi közbeszerzések ellenőrzését, mint ismeretes. A kormánynak van egy kiemelt szervezete itt a miniszterelnökségen, az Európai Uniós források bonyolítása tekintetében. Ez pedig a közbeszerzési főigazgatóság, amelynek az Európai Uniós és hazai források közbeszerzését kell ellenőrizni. Négy fokozatú skálán jó minősítéssel zártak a magyar közbeszerzések. Az Európai Bizottság véleménye és megítélése szerint érzékelhetőek pozitív változások a közbeszerzések szigorítása, átláthatóság és a transzparencia területén, és a közbeszerzési főigazgatóság pedig jól végzi a munkáját az európai és a hazai adófizetők pénzének a védelme érdekében. Természetesen vannak hiányosságok és hibák, amiket ki kell javítani, de összességében egy szigorú és jó rendszer, jóra értékelt rendszert működtet Magyarország. Itt a ellenőrzés minden évben megtörténik, tehát ennek az állami szervezetnek a munkáját, amely engedélyezi Magyarországon törvényességi szempontból a közbeszerzéseket, ennek a szervezetnek a munkáját az Európai Bizottság minden esztendőben megvizsgálja. És ha azt nézem, hogy európai összehasonlításban, vagy közép-európai összehasonlításban hogyan állunk, akkor a közbeszerzési auditot végző munkatársaink színvonalas jó munkát végeztek, tekintettel arra, hogy eredményünk teljes egészében vállalható nemzetközi összehasonlításban is. Tehát amikor arról van szó, hogy a magyar állam milyen feltételekkel írt közbeszerzéseket, mennyire törvényesek ezek, az Európai Bizottság véleménye és megítélése szerint az ellenőrző hatóságaink jól működnek. Szeretném azt is elmondani, hogy ugyanakkor napvilágot látott az Olafnak a jelentése, a csalás elleni hivatal jelentése, amely Európában az elmúlt esztendőben mintegy, a fejből jól idézem, 304 vizsgálatot végzett, ebből 17 vizsgálat volt Magyarországon, 304, és ebből három kivételével olyan megállapításokat tett, amely problémákat vetett föl. Úgy gondolom, hogy ez nagyon komoly eredmény ahhoz képest, amennyi feljelentés Magyarországról az Olafhoz érkezik. Az Olaf tisztviselőtől tudjuk, hogy Magyarország az az ország, ahonnan az Európai Unió 28 országából a legtöbb feljelentés érkezik be. A feljelentésekhez képest csekély összegű és szerint számú azoknak a megállapításoknak az aránya, amelyek hibát véltek felfedezni a magyar közbeszerzési és pályázat lebonyolítási gyakorlatokat illetően. Az aszfaltügy lezárása mellett a kormány döntött arról, hogy azok a szervezetek, amelyek állami közkedvezményezettek, legyen szó állami cégekről vagy állami hivatalokról, a megítélt Európai Uniós támogatás 100%-át a program lebonyolítására előlegként behívhatják. Ha magánszervezetről van szó, tehát ha vállalkozás nyer Európai Uniós pályázatot, akkor a kormány döntése értelmében 50%-os bonyolítással alkalmas előleg meghívását kell eszközölnie. Tehát állami szervezetek megkapják a teljes Európai Uniós forrást, hogy lebonyolítsák a útépítést vagy az épület rekonstrukciót,
iskola korrekonstrukciót, aki pedig beszerez valamilyen gépet, vagy állami támogatást, vagy beruházást valósít meg, ő a rendelkezésre álló keret 50%-át fogja megkapni a kormány. Jó néhány jogszabályi módosítást is jóváhagyott, amely az Európai Uniós források kifizetését gyorsítja. Ha megengedik, akkor a gazdasági növekedéssel kapcsolatban azt az általános megjegyzést, amely arra vonatkozik, hogy az Európai Uniós források kifizetésének az ütemben befolyásolja a magyar gazdasági növekedést, azt annyiban egészíteném ki, hogy az is befolyásolja a gazdasági növekedést, tekintettel arra, hogy 33 ezer milliárd forint a magyar GDP 2016-ban, és ebből optimális esetben 2000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást fizetünk ki, tehát a 33 ezer milliárdot befolyásolja a 2000 milliárd. Szeretném azt is elmondani önöknek, hogy a miniszterelnök minden héten tájékoztatást kérdez arról, hogy mennyi Európai Uniós pályázat van kiírva. 2016. május 30-áig 222 darab pályázati fölhívás jelent meg, 5146 milliárd forint értékben, ez az egész Európai Uniós keretnek a 60%-a. 17000 projekt nyert már támogatást 1724 milliárd forint értékben. Tehát 5146 milliárd van kiírva, és 1724 milliárd forint győztesként ki van hirdetve 17000 pályázó számára. 42000 projekt van összesen, amivel pályáztak. Volt olyan vidékfejlesztési pályázat, amely összesen 27000 pályáztak, mert pedig jelentős az érdeklődés. Mai napon e két szám figyelembevétele mellett is kb. 4000 milliárd forinti támogatásra lehet megnyújtani pályázatot, hogyha valamelyik szerkesztőségnek a kollégának ez lett volna, a 4000 milliárd forint is Európai Uniós humántanácsadásra például fejlesztő. A kafetéria rendszer átalakításában is végső döntést hozott a kormány. Ez a harc volt a végső kormányülésen. A kafetéria rendszer tekintetében döntésünk, hogy a magánszektorban marad a 450 ezer forintos plafon, a 450 ezer forintos kafetéria kedvezményes juttatás két formában vehető igényben, 100 ezer forint készpénz, ez a készpénz kafetéria, és 350 ezer forint szépkártya adható. A szépkártya vendéglátásra, szabadidős tevékenységre és szálláshely igénybe vételére alkalmas. A közszektorban, tehát az állami szektorban, ahol jelen pillanatban kafetéria még van, ott ez 200 ezer forintban jön át, ebből 100 ezer forint lehet a készpénz kafetéria, és 100 ezer forint lehet a szépkártya. Úgy gondolom, hogy ez jelentősen növeli azoknak a döntési szabadságát, akik kafetéria juttatásban részesülnek, tekintettel arra, hogy maguk tudják eldönteni, hogy a 100 ezer forint készpénzt azt mire és hogyan fogják felhasználni a következő időszakban. A kormány üléséről és a kiemelt témákról nagyjából ennyit szerettem volna elmondani önöknek. Tudom, hogy jó néhány kérdés van napirenden.